Na sziasztok, én Oxy Foxy vagyok, és itt vagyunk egy különleges videóval, mégpedig egy játék ajánló szerűséggel készültem nektek. Igazából ez egy random videónak mondhatjuk. Mégpedig ez a játék a Pokémon United. Tudom, mit gondoltok, ne gyertek a kommentekkel, hogy Foxy, te szereted a Pokémont, miért nem mondtad eddig? Nem. Figyeljetek, én nem vagyok Pokémon fan, de ez a játék, amit mutatok nektek, ez nekem megtetszett, és már játszom egy kis ideje, és arra gondoltam, hogy mivel szeretek ebben a játékkal játszani, vagyis tetszik nekem, ezért arra gondoltam, hogy megmutatom nektek egy videóban. És figyelj, és elmondom még egyszer, ez nem azt jelenti, hogy én Pokémon fan vagyok. Én nem vagyok Pokémon fan, de nem is csúfolom azokat, akik szeretik. Mert én is benne vagyok kettő fandomban, szóval kettő ilyen rajongói cuccban. Ezért aki ezt lájkolja, az lájkolja. Aki okos ebben, az okos ebben. Kész, ennyi. Én is egy... Őszintén megmondva, én nagyon régen, amikor még néztem tévét, akkor én egyébként néztem magát a mesét is, vagy animét a Pokémonnak, de aztán egy idő után abba hagytam. És már nem mindenre emlékszek belőle. De ez még mindig nem azt jelenti, hogy fenn vagyok, mert hogyha fenn lennék, akkor már hallottatok volna erről a játékról mondjuk előbb, vagy lett volna valami Pokémonos játékos videó, vagy valami. De eddig nem hiszem, hogy csináltam bármit, ami Pokémonos volt. És nem vagyok fan, és ennyi. Kész. Ezt meg kell értenetek. Egy pár Pokémon tetszik nekem, ahogy kinéz, meg ilyesmi, de azon kívül ennyi. Kész. Na. A játékra volt most. Meg szeretném mutatni nektek a játéknak az intróját. Azért se láttok még semmit a játékból, mert először intróval akarok kezdeni, mert ennek a játéknak egy nagyon jó, nagyon jól meganimált videó intrója van. Szóval most lejátszom nektek, és utána még megmutatom nektek, milyen ez a játék igazából.
most, hogy láttátok, hogy milyen a bemutató, most megmutatom nektek a játékot. Na, belépünk. Ahogy láthatjátok, először a menübe dob be minket. Itt, ahogy láthatjátok, van mellettem egy Pokémon, amivel szoktam játszani, meg ugye én karakterem. Amikor beléptek a játékba, akkor nem így néztek ki. Az is lehet, hogy bedob titeket egyből egy tutorial részbe, már nem teljesen emlékszem. És nem nagyon akarom megmutatni, hogy milyen a tutorial. De igazából, hogyha megcsináljátok a tutorialt, az nagyon jó. Mert akkor tudjátok, hogy kb. Mi hogy van. És hogyha érdeklődtök ezután a játék iránt, akkor én szívesen segítek nektek. Mondjuk, hogyha beléptek a Discord szerverembe, akkor szívesen segítek. Ez igazából, akik ismerik azt a játékot, hogy LOL, szóval League of Legends, nem tudom, hogy jól mondtam-e, azoknak nagyon egyszerű ez a játék. Mert igazából hasonló a játéknak a stílusa, szóval ahogy játszani kell a játékot, az hasonlít a LOL-hoz, csak annyi különbséggel, hogy itt nincsenek kicsi katonák, meg nincsenek nagyon sokféle karakter. Van egy csomóféle Pokémon, amit ki lehet választani, de még annyira nagyon sok nincsen. De egyébként minden szezonban hoznak be egy-két új Pokémont, amik a elején nagyon OP-sak, és aztán minél több idő eltelik, annál gyengébbek lesznek igazából. Vagyis ez főleg, amiket behoznak új Pokémonok, azoknál van. Az alap Pokémonok ugyanolyan erősek, mint ahogy berakták őket a játékba. Na. Én, hogyha jól emlékszem, akkor ha miután lejátszottad a tutoriált, vagy talán a tutoriál közben, ki tudsz választani azt hiszem három Pokémon közül egyet, amelyik tetszik neked, és akkor az lesz a te első Pokémonod, és akkor a többi Pokémont majd meg kell venned, amikor lesz rá elég money. Játékbeli pénz. És egyébként a Pokémonokra lehet venni ruhát, lehet a te karakteredre, vagyis a emberkédre venni cuccokat, meg ugye lehet magát a Pokémonok, amik nincsenek meg, azokat is meg tudjátok venni. De ez igazából, ezeket érdemes megnézni, hogyha mondjuk beléptek a játékban. Szóval, hogyha játszátok a játékot. Mert igazából van egy pár féle dolog, ami van, meg ilyenek. De én most nem akarok mindegyiken végigmenni, én csak a lényeget akarom igazából nektek mutatni. Szóval először meg akarom nektek mutatni egy dolgot, amit szerintem érdemes, hogyha figyelembe vesztek. Mégpedig bemegyek ide a menübe, ahogy látjátok, nekem már sok minden van. Szerintem, amikor ti elkezditek a játékot, a tutorial után vagytok, akkor talán nem tudom, hogy mindegyik dolog ott van-e nektek. Na mindegy. Az a lényeg, hogy rámegyek erre, hogy látjátok, és itt most elődobott nekem egy Pokémont, aminek már be van ilyen három dolog állítva. Aki ismeri a Pokémon játékokat, az tudja, hogy ezek mit jelentenek. Ezek a dolgok bónuszokat adnak a Pokémonnak, amivel a védelme erősebb lesz, több élete lesz, vagy a támadása lesz erősebb, vagy gyorsabban tud támadni, meg ilyesmi bónuszok. És ezeket a bónuszokat is egyébként meg lehet venni, meg lehet őket fejleszteni maximum 30-as szintre. Ahogy látjátok, nekem már van 1-2 30-as. Jelenleg azon vagyok, hogy az összes ilyen dolgot, ami bónuszt ad a Pokémonnak, felfejleszem, és most elkezdtem őket gyűjtögetni, meg...
Bye.